Jó estét kívánok, köszöntöm a Pécs TV nézőit, kulturális magazinunkat, a Tónusokat látják. Itt vagyunk a Zsolnai Kulturális Negyedben, az E78 koncertteremben, ahol rövidesen utófarsangolás kezdődik a Vizin Táncházban. De ebben a műsorban rövidesen ellátogatunk a Pécsi János utcába is, a Pannon Magyar Házba, ahol Vanyúr István szobrászművész kiállítása nyílt. Tartsanak velünk! Kő és fa, fém és márvány. Vanyúr István szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás Pécsett a János utcai Pannon Magyar Házban, az Emeleti Galériában. Az alkotónak számos köztéri művét is ismerhetjük Sejjétől Pécsváradig, Szent Gotthártól Komlóig, Soprontól Szigetvárig, közel 70 településen. Apropó Szigetvár, Vanyúr István ma ott él és alkot. Szűkebb hazája mindig is Baranya vármegye volt. A művészethez való kötődése még egészen kislegény korában született meg. Amint egy 1997-ben megjelent újságcikkben olvastam, az első élménye, ami a képzőművészet felé vitte, egy első osztályos rajzverseny volt, amelyen első helyezést ért el. Az egy esemény volt, nyilván voltak élményeim, szobor élményeim, kép élményeim. Igen, nagy dolog volt az én életemben, hogy első osztály évvégén ugye az iskolának a bejáratán ilyen nagy betonkockák voltak, és arra kellett rajzolni krétával, és igen, én ott olyat rajzoltam, a zsűrinek nagyon tetszett, az alsó osztályosok közül, a negyedikesek előtt is én nyertem meg. Hát két vágtató ló rajta, indián, meg kovboly, azért egy ilyen kisgyereknek utólag gondolok bele. Nekem az természetes volt, de állítólag ez egy nagyon nagy dolog volt, ugye a második helyezett az egy kis csikót próbált rajzolni láb nélkül, nem jutott a lábába végére, és ez nekem nagy élmény volt, de hát ezek ilyen régi emlékek. Most, hogy azt határozta el meg, az biztos, hogy sikerélmény volt. Kaptam egy olyan könyvet, az rossz volt, ilyen kislányoknak való kis pöttyös könyvet, az nem tetszett, de igazából általában biztattak már az óvodában, és látták, hogy én szívesen csinálom ezt. És akkor az általános iskolás alsós rajz, nem is rajz, de a tanító néni, az adott olyan feladatokat, amiből kitűnt, hogy hát talán nekem ez jobban fekszik, mint mondjuk a matek. A szobrász karrier azonban még egy picit váratott magára, elsőként az Ötvösség volt az, ami meghatározta fiatalabb éveit. Úgy indult az Ötvösségem, hogy a 8. osztályban kérdezték a vezetők, hogy mi szeretnél lenni, mi leszel, ha nagy leszel. Be kell adni a jelentkezést, és hát mondtam, hogy én szobafestő szeretnék, de ha az nem megy, akkor kovács. Ugye ebből mind a kettőből kiderül, hogy ilyen kézi munka, hogy nagyon szerettem nézni például, amikor patkolják a lovat. Hát ez egy ilyen gyerekes dolog nyilván. És akkor mondta az igazgató, hogy hát te sokkal ügyesebb vagy, menjél művészeti iskolába. Hát nyilván nekem ekkora álmaim nem voltak akkor, és elküldött a Vida Dezső tanár úrhoz Siklósra, aki aztán segített a felkészülésbe Pécsi Művészeti Szakközépiskolába. Ő javasolta, hogy olyan sokan felvételiznek grafikára, hogy menjek ötfős szakra. Na hát én azt végképp nem tudtam, hogy mi az ötfős, és nagyon örültem, hogy arra a szakra kerültem be, mert nagyon komplex, minden van ott a rézmetszéstől, maradtástól kezdve, a szobrászathoz közel áll a domborítással, és az iskola rendszere olyan volt, hogy a rajzórán az ötvösök és a kerámikusok szobrot csináltak, még a többiek festettek, tehát így kerültem én ebben kapcsolatban. A 70-es évek, akkor kik voltak ott a mestertanítók? Hát az egyik legnagyszerűbb tanárunk volt a Farkas László, szobrászművész, mellette egy ilyen remek szobrász, mint a Trisler Ferenc volt a szobrászakkör vezetője, ugye Nádas Éva volt az ötfős szaktanárunk, és hát remek a festőknél is nagyon, nagyon remek tanárok, Erdős János, az átjártunk már szakokra, hát a Pattantyús József, ő volt akkor ennek a résznek a vezetője, és egy nagyon komoly kerámikus, nagyon jó tanárokkal voltunk, Bicsár Vende ott volt a szomszédban. És aztán felsőfokon is ezen a vonalon mentél tovább, tehát se nem kovács, se nem szobafestő.
Szobrászatra jelentkeztem, hát nyilván elsőben már kollégiumban, ez nagyon érdekes volt a mi kollégiumunk, persze kicsit túlzásnak tűnik, de mint a Fasori gimnáziumban, vagy a Nobel-díjasok találkoztak iskola után. Itt is a kollégiumban olyan műhely munka volt, ilyen önképzőkör, hogy a negyedik osztályoston így néztük a picik, hogy mit csinálnak ezek, és gyönyörű szobrokat készítettek. Hát mondom, én is ilyet akarok, és tulajdonképpen az iskolába bemélve már ott már vittük magunkkal a terveket, és a Farkas László csak mondta, hát csináld meg, nem kell rajzolnod, akkor gyere, megmutatom, hogy kell vázat építeni a szoborhoz, már 15 évesen, úgyhogy hamar eldöntöttem, hogy én szobrász akarok lenni, nekem ez tetszik. Aki nem szobrász, az tulajdonképpen nem is érdemes élni neki, így éreztem. A Határokon túli Magyarságért Alapítvány 1992-ben jött létre, a szervezet székhelye, vagy más szóval otthona a Pannon Magyar Ház, ahol most Vanyúr István kiállítása látható. Nagyon örülünk annak, és hát személy szerint én is, hogy Vanyúr István velünk van ezen a kiállításon, és egy személyes öröm még külön, ez elsősorban nekem fontos, de azért hadd osszam meg a kedves nézőkkel, hogy első köztéri szobrát Vanyúr Istvánnak 1990-ben Tinódi Lantos Sebestyén mellszobrát volt szerencsém avatni. Nagy büszkeség és nagyon jó emlék a számomra is, hát bízom benne, hogy neki is, mert ahogy tudom, már kiszivárogtatta, hogy ő is büszke rá, hogy mindketten ott voltunk, ő alkotta, én meg elmondtam, hogy mit jelentett a befogadók számára. És ezen kívül van még egy büszkeségi eleme a kapcsolatunknak, amikor 2001-ben a Millenniumhoz kapcsolódó sorozatban úgy döntött az akkori Baranya megyei közgyűlés, hogy a Baranyát képviselő egy szobrot Vanyúr István készíti, és Nagy Lajos királyunk szobrát ő készítette el, úgyhogy a Nemzeti Parkban, a Szoborparkban, Ópusztaszeren, bocsánat, ugye természetesnek tűnt Ópusztaszeren, ott van, és az idők végezetekig emlékeztet bennünket egyrészt a király cselekedeteire, és hát a mester alkotói munkájára. Több évtizedes tehát az ismeretség Vanyúr István és Bokor Béla között, de nem csak ennek köszönhető, hogy most megnyílt a kiállítás a Pannon Magyar Házban. Voltak számtalan találkozási alkalmak, ismertük az életét, az alkotói munkáját, és úgy gondoltuk, amikor most legutóbb láttuk ezt az összeállított anyagot, hogy jó lenne egy picit hazahívni, azért, mert itthon is van, hiszen volt már közös kiállítása az elmúlt évek alatt itt a Pannon Magyar Házban, és hát ha megnéztük, vagy megnézi valaki, hogy a kiállításai között az országhatáron kívül is szokott ő kalandozni, például Dunaszerdahelyen, a Felvidéken, vagy Horvátországban, ahol magyarok is laknak természetesen, vannak olyan területek, ahol többségében is van magyar lakta terület, de aztán Ausztriába is kiállított, és nem, a hazai kiállításait nem vállalom, hogy felsoroljam, és a művek számát sem, de hát ez is egy újabb motiváció volt annak érdekében, hogy ide hívjuk, hazahívjuk a Kárpát-medencének erre a pár négyzetméterre, hiszen az a küldetés a Pannon Magyar Háznak, hogy tehetségeket, alkotásokat, különlegességeket a határon túlról ide csábítsunk, és az itthoniakat megmutassuk azoknak, akik ide látogatók, és nem csak a hazai, pécsi, baranyai, magyarországi látogatóknak, hanem különböző információs hálókon keresztül tudatjuk elsősorban a szomszédos országokban élő magyar közösségekkel is. Ha valaki felkeresi az interneten Vanyúr István életrajzát, abban az olvasható, hogy 1961-ben született Siklóson. Ez életrajzi adat csupán, mert a szobrászművész Harkányban cseperedett, onnan került Pécsre a tanulmányai véget, majd jött Budapest, de élete nagyobbik részét Szigetváron töltötte. Kötődése egyértelmű Baranya vármegye iránt. Sok köztéri szobrom van Baranyában, ennek egy prózai oka van, megkerestek, először csináltam egy szobrot, és mondták, hogy van itt ez a fiatal szobrász, megcsinálná, és akkor így Baranyában, de ez a régebbi dolog, most már sok felé van az országban, tehát van Debrecen mellett, most éppen Makóra készítettem egy nagy projektet, sok 28 szobrot,
aztán Ausztriában, Németországban van kettő is, úgyhogy, sőt, még a Horvátországban is van két szobrom, úgyhogy kiterjedte, azóta Sopronban van, tehát azért már kicsit nyitottunk, de ez valójában igaz, hogy sokáig a Baranya megyében kérdek a kis falvak. Mikor volt a zsűri, nálam zsűrizni, mondták is, hogy ja, milyen jó, hogy én vagyok itt, hogy azért a kis falvakban is készülnek szobrok. A Pannon Magyar Házban is jól szemmel követhető a grafikáidon túl, hogy amiből készülnek a szobraid, az a fa, bronz, a kő, a márvány. Sokféle anyagot használok, most bejönnek ezek az újabb anyagok, ezek a műgyanták, nagyon érdekes, ugye a világ halad, amit régen gipszből csináltunk, meg kellett óvni, szinte ugyanavval a technikával maradandó szobrokat, ugye ebből is van itt. Igen, kipróbáltam minden anyagot, és ezeket szeretek is dolgozni. Sokszor kérdezik, hogy melyiket szereted a legjobban? Hát most erre mit mondjon az ember? Amelyikkel éppen dolgozok, az lelkesít föl, és azt teljes mértékben szerettem akkor. Két kérdésem még mindenképpen van. Az egyik, hogy említettem ezt az 1997-es Dunántúli Naplós cikket, ahol szóba került ez, hogy te egy ilyen elgondolkodós típus vagy. És hogy szokták ilyenkor egy kicsit mondani rád néha, hogy talán emiatt egy kicsit lassú is, nem tudom, hogy ez volt ez a kifejezés, de hogy te megfontolt alkotó vagy. Jaj, hát ez egy körmönfont dolog. Az én alkatom, az olyan, rám néznek, akkor ezt az embert ezt vagy le kell szúrni. Nekem nem jutott eszembe. Sokszor tapasztalom ezt, meg ezt így mondják, hogy lassú vagyok, és senki nem állt ott mellettem, amikor én dolgozok, nem is tudják, hogy milyen gyorsan dolgozok. 10 nap alatt kifaragtam egy 2 méteres szobrot homokkőből, 80x2 méteres, és nézték, hogy ilyen gyorsan lehet, és majd a szobrász, ő ezt el nem vállalta van. Ez egy ilyen legenda, de jó hangzik, mert ilyen alkat vagyok, kicsit ilyen mackos, kicsit kényelmesebb, meg amikor dolgozok, akkor eleve csak avatok foglalkozni, és mikor leveszem a maszkot, meg a fejemről a füldugót, meg egyebek, nyilván akkor tudok mindenki, vagy bárkivel kommunikálni, úgyhogy a munka közben gyorsan dolgozok, ez tévedés, hogy lassú vagyok. Vanyúr István szobrászművész 20 esztendővel ezelőtt, 2004-ben lett tagja a Magyar Szobrász Társaságnak, de ez a kiállítás nem ennek a jubileumnak a jegyében született, más prózai oka van. December 1-én nyílt egy kiállításom hosszú hetében, amit már nagyon régóta megbeszéltünk az ottani műveledési ház vezetővel, viszont nekem most egy másfél évig nem volt időm semmire, és hát eljött az idő, nem halogathattuk tovább, be volt jegyezve, és egy ilyen kiállítást rendeztünk az éppen otthon lévő munkáimból, majdnem minden, amivel foglalkoztam a 40 év alatt, abból mindegyikből egy vagy kettő alkotás van, és emellett a rajzaim. Az ott nagyon szépen mutatott, nagyon jó volt a hangulata a megnyitónak, és a Pannon Magyar Ház vezetői azt az ötletet találták ki, hogy ezt miért állíthatnánk itt ki, hát olyan szépen egyben van ez az anyag, ennyi egyszerűen, nincs jubileum, abár most voltam 63 éves. Szép kerek. Viszont búcsúzóul fejtsük meg kérlek a becenevedet, mert ugye ez a szignód is, Vanyúr István, Pirú. Ezt több helyen olvastam. Honnan ered? Kell ezt tudni. Igen, hát én legalábbis kíváncsi vagyok, aztán legfeljebb nem mondod el. Botticelli, az mitől Botticelli? Tudjuk? Na, ő hordócska. Elárulom akkor. Vanyúr István, Pirú. A bátyám mesélte el most a valós történetet, édesanyám mindig viccelődött velünk, többen vagyunk testvérek, és majdnem minden gyerekének adott ilyen kis becenevet, és én lettem az Iruli Piruli, és aztán ebből lett a Piru, az óvodás társaim ezt hallották, és hát elkezdtek csúfolni, hogy pirítós kenyér, meg írtsák, pircsák, és nagyon szomorú voltam. De az óvonén is így hívott aztán, annyira, hogy vita is kerekedett már gyerekkoromban, hogy engem nem is Vanyúr Istvánnak hívnak, hanem Vanyúr Pirúnak, és sajnos nem az nyert, aki a Pirút mondta, az a fiú nem is beszélt velem nagyon sokáig. Ő tudta, hogy engem úgy hívnak, szomszéd, hogy a három házal arrébb lakott, sose hallotta azt, hogy én Vanyúr István vagyok. És mikor 87-ben volt a kiállításom az első Harkányban, a volt óvonéni, vezető óvonéni, akkor már múzeumigazgató volt,
és ő bemutatott, Vanyúr István lesz, hogy ne haragudjanak, én nekem ez nem áll a számra, hogy a mi kis pirunk, úgyhogy ennyire, hogy a Bükkösdi Laci bácsi, mikor készített velem először filmet, akkor ő is elmesélte, hogy Szigetfán érdeklődött, hogy a Vanyúr Istvánt az utcán megállított, hogy hol a Vanyúr István, merre lakhat, mert biztos is meg azt mondja, Vanyúr István. Hát a Szobrász, jó, Piru, hát a Piru elmondták az egész életemet, az aznapi napi rendemet is, de az, hogy Vanyúr István, tehát én valahogy így ragadtam. Vanyúr István szobrászművész, avagy Piru kiállítása 2024. március 15-ig tekinthető meg Pécsett, a János utcai Pannon Magyar Házban. Farsangolásra várták a közönséget a Zsolnai Kulturális Negyedben, a Vizin Zenekar hagyományos táncházában. Az E78 koncertteremben minden hónapban tartanak különféle táncházakat, ezúttal a délszláv dallamok és táncok kedvelői gyűltek egybe, hogy jó hangulatban búcsúztassák a telet. Hát ez egy rendszeres táncház igazából, a Vizin Kulturális Egyesület és a Zsolnai Negyed szervezésében. Hát én nem is tudom, amióta az eszemet tudom, ebbe a táncházba zenélek, úgyhogy eleinte volt minden hónap utolsó szerdája, aztán volt minden hónap első szerdája, minden hónap első pénteke, most éppen aktuálisan minden hónap utolsó péntekén tartjuk ezeket a táncházakat, és hát mondhatom azt, hogy hála Istennek, nagy népszerűségnek örvennek, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a táncparkett, ahol most állunk, ez teri lesz emberekkel, nem sokára 7-kor fogunk elkezdeni zenélni. Az emberek azért hétre nem gyűlnek össze, de utána fokozatosan megtellik a terem általában. Régebben egyszer mesélte a Pécs TV-nek, de egy picit elevenítsük fel, hogy ti az új generációs Vizin zenekar vagytok, és az alapító atya Vizin Antal, Vizin Antus itt lesz ma este, vagy csak lélekben kísértiteket? Hát az mindig egy meglepetés egyébként, hogy Antus általában lélekbe szokott, és figyelemmel kíséri a munkánkat. Ritka az, amikor ténylegesen el is jön, és csatlakozik hozzánk. Persze volt már rá példa, de hát azóta már történt egy generációváltás is, tehát az én generációmnál is fiatalabbak vannak a zenekarban. Én remélem, hogy fogtok készíteni pár vágóképet majd a táncházról, és akkor látni fogja a közönség is azokat a fiatal zenészeket, akik nálam sokkal fiatalabbak, de nálam sokkal lendületesebbek. Kommentálom, látja a közönség, hiszen Bősz Vilmos kollégám készített vágóképeket a riporthoz, viszont én láttam egy fényképet, nem tudom melyik esztendőből származik, akkor nem itt a koncertteremben, hanem az M21 galéria előterében muzsikáltatok. Alig felismerhetőek vagytok, mert hogy mindenféle maskarákban léptetek föl, az mi volt? Hát ez a farsangi táncás szokás szerint előfordul az is, hogy mi is beöltözünk, attól függ, hogy beszélünk össze. Hát itt ez történt ezen a fotón, mindjárt mutatjuk. Igen, nem pontosan tudom, melyik fotóról van szó, de voltunk már hupikék, törpikék is természetesen, akkor legutóbb hát össze-vissza így random öltöztünk be. Az volt a lényeg, hogy mindenki vicces legyen igazából. De ugyan egy női zenekarnak tűnik a csapat.
Szerintem én akkor vadász voltam, vagy csillagfejű csavarhúzó. Vagy papucsorán pamutból. Igen, tehát hogy nagyjából így ezek, de most komolyra fordítva a szót, igazából nem a zenekar a lényeges, hogy ilyen farsangi táncházban, hanem hogy a közönség beöltözzön, és a közönség tényleg beszokott öltözni, sőt díjak is szoktak lenni. A zenekar, illetve a szervezőkkel közösen mindig kiválasztjuk a legjobb jelmezeket, és mindig szoktak kapni érte valamilyen elismerést, valamilyen ajándékot. Az utófarsangoló vízintáncház nem múlhat el anélkül, hogy ne készülne farsangi fánk, és ne állná körbe a fánkos asztalt a közönség. Így volt ez az elmúlt hétvégén is, amikor Vélin Veszna és Stanics Balázs tanította a lépéseket. A nagy kérdés, hogy ha a zenekar muzsikál és a táncoktatók tanítanak, akkor kisüti a fánkot. Egy nagyon kedves ismerősünk, Kráner Irénke, Potonyból, aki a tavalyi évben is már megörvendeztetett minket itt a februári táncházban friss fánkokkal. Ő is, illetve ő süti idén is ezeket a fánkokat. Mert hogy az utófarsangolás a vízin táncházban, ez mióta a hagyomány itt az E78-ban? Igazából ez attól függ, hogy az időszak hogy esik. Most pont úgy esett, hogy ez a februári táncház már igazából böjti táncház, tehát böjt van. De eddig, vagyis hát a legtöbb évben a februári táncház még a farsangi időszakba esett, és akkor tényleg jelmezes farsangi táncházaink voltak. Most ez az időszak, vagyis ez az év, ez ilyen kicsit rövidebb farsangi időszakos, és így most ilyen böjti, és ezért lett a neve utófarsangolás. De én úgy gondolom, hogy fánkot lehet bármikor sütni, meg bármikor enni, úgyhogy ez most csak azért van, hogy legyen mégiscsak valami. Az itteni körtáncoknak van egy törzs közönsége, de egy kicsit mesél arról, hogy érkeznek új emberek, van friss érdeklődés a vízintáncház iránt? Igen, én úgy gondolom, hogy ebben a tanévben, mert úgy számoljuk az évadokat, hogy szeptembertől indul egészen májusig, vagy hát júniusig, tehát tanévenként számolom én a táncházakat. Én úgy gondolom, hogy ebben a tanévben elég sok új arcot látok. Nagyon sok régi is van, de szerintem a közönség megújult. Például pont a múltkor januárban mondtam azt, hogy már szinte több volt az idegen arc, mint az ismerős arc. De ennek mi nagyon örülünk, mert hisz ez a célja az egésznek, hogy a régiek mellé mindig jöjjenek újak is, és kapcsolódjanak be, és ismerjék meg ezt a kultúrát, a horvát hagyományokat, az énekeket, a dalokat, a táncokat, és legyenek velünk, ismerjék meg a régi táncosokat, legyen egy baráti kör, járjanak el más helyekre is táncházakba, kapcsolódjanak be ebbe az egészbe. Táncház létezik sokféle, magyar, ír, skót, breton, görög és még sokáig sorolhatnám, de ami számomra kitűnik a színes felhozatalból, az a délszláv, mert van valami egészen érdekes hangulata, amit a délies, mediterrán életkedv, mondhatni a lazaság sugároz magából. Hát igen, a temperamentum, ugye a rengetegféle tánc, amit körbe táncolnak az emberek, ezeket mi, zenekar, mi fűzzük egymás után. A táncházvezető jelzései alapján, amikor már ő úgy ítéli meg, hogy elég volt ebből, már minden lépést megtanított, meg a tempót is eléggé felhúztuk, akkor ő int, és akkor megyünk tovább. Tehát a közönség szünet nélkül azt tapasztalatja, hogy a zene nem állt meg, de már egy új tánc jön. Például ezek azok a jellemzők, amik miatt ilyen temperamentumosabbá tud válni ez a táncház. Például van olyan, hogy egy órás zenei blokk igazából megállás nélkül, és akkor az emberek táncolnak végig. Hát az esetek többségében körtáncok vannak, de előfordulhatnak azért páros táncok, vagy olyan táncok is, ahol hárman táncolnak. De ezek inkább ilyen játékokra emlékeztetnek, mint valamilyen táncra. Thank you.
Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látták. Figyelmüket köszönjük, jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.